Mindannyian szeretjük a Marvel filmeket, ki ezért, ki azért, ki ezért a hősért, ki azért a történetért, és mindegyikben van egy közös. Egy nagy univerzumot alkotnak ma már, és nem is mehetünk el amellett, hogy gyakorlatilag szinte egymás filmjeiben a szuperhősök valamilyen módon találkozzanak is egymással, és ez most már lassacskán a multiverzumokban is megtörténhet, megvalósulhat a Pókember Nincs Hazaút által. Ahhoz, hogy jobban is meg tudjuk közelíteni a kedvenc szuperhőseinket, ehhez a DeAgostini kiadó azzal a megoldással állt elő, hogy bemutassa a Marvel Movie Collection figurás sorozatát, ami gyakorlatilag egy magazin sorozat, amihez hozzátartoznak különböző MCU vagy Marvel moziverzumból ismert szuperhős karakterek, és azoknak a figurái láthatóak ezekben a gyönyörű szép csomagolásokban. Most ezzel fogunk egy kicsikét foglalkozni, és jobban megismerhetitek ezt a sorozatot. Ehhez pedig nincsen másra szükségünk, mint hogy bontsuk is ki őket. Hát akkor lássunk is hozzá. Nos, kapásból az első szám az Vasember karakteréről szól, és ehhez kapcsolódóan a csomagban találhatunk egy ilyen gyűjteményes útmutatót, ami megmutatja nekünk azt gyakorlatilag, hogy mi található ebben a sorozatban. Hát gyakorlatilag szinte az összes... Nem is rossz. Itt látható maga a Vasember, illetve az azóta megjelent Marvel filmeknek a plakátjai. Tehát ebből már sejthetjük, hogy nagyjából ezekből a Marvel filmekből lesznek a sorozatba kiemelve különböző figurák, gyűjteményes figurák. Minden egyes figurához tartozni fog egy lapszám, vagy pontosabbak legyünk, van egy lapszám, amihez tartozik egy figura, és ebben a lapszámban megismerhetjük mindig az adott karaktert, itt jelen esetben Vasembert az első számban, és róla tudhatunk meg különböző érdekességeket, fontos információkat, mit lehet róla tudni a Marvel moziverzum világában, mit lehet tudni arról a színészről, aki éppen játszotta őt, és ez így nyilván megy tovább a sorozat, ahogyan haladunk előre. Itt a második számnál például Amerika kapitány kerül szóba, az első bosszúálló. Itt is láthatjuk magát a lapszámot, Amerika kapitányról láthatunk elég sok fontos információt, és magáról, a színészről is, aki játszotta őt, Chris Nodról. No de, jussunk el akkor a lényegig, és akkor próbáljuk meg kicsomagolni magukat, a figurákat. Nyilván, aki nagyon ragaszkodna hozzá, és azt mondaná, hogy hát azért mégiscsak maradjon meg originál formájában, az akár még el is döntheti azt is, hogy a dobozban benne tartja. És most kezdődjék a műtét, lehetőleg ne sértsük fel a dobozt. Így. Annyi dolgunk van csak, hogy szépen finoman kiemeljük magából a dobozból, illetve itt meg kell próbálnunk most ezt az illesztést most így szépen finoman eltávolítani. Mondom eltávolítani, ja, össze van ragasztva. Semmi baj. Nagyon jó. Végül megadta magát a barátunk. Kijött. Wow, egész jó súlya van neki. És itt van Vasember ikonikus pozíciójában. Akkor gyűjjön Amerika kapitány, és akkor operáljuk meg őt is. Jó, meg is van. Elméletileg ki tudjuk... Hoppá, ki szabadítottuk. Szervusz barátom. Nos, a figurák 1:16-hoz méretarányúak, és fémgyantából készültek, tehát eléggé strapabíró anyagból vannak. Ezek a figurák digitális képalkotó eljárással készültek, és a rajtuk levő festés az kézi festés, tehát ez azért így készült el, hogy minél reprodukálhatóbb legyen a filmben látott karaktereknek a megjelenése. Hogyha szeretnél hozzájutni ezekhez a figurákhoz, akkor két lehetőséged van, vagy az egyik az újságos, vagy a másik lehetőség, ami szerintem egy költséghatékonyabb megoldás, az az előfizetés. Mindez azért, mert egyrészt maga az első szám az csak 990 forint, tehát 990 forintért simán lehet egy vasember figurád, ami nagyon jól néz ki, én szerintem. Illetve, hogyha előfizető vagy, akkor gyakorlatilag lapszámonként 1000 forintot meg tudsz spórolni. Ha előfizetsz, akkor nyilván jár érte ingyenes házhozszállítás, illetve prémium ajándékok a prémium előfizetésért, mert van egy standard és van egy prémium változat. És csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a prémium előfizetésért cserébe nem csak magukat, ezeket a figurákat kapod meg szépen sorjában, hanem lehetőséged lesz kapni XL méretű figurákat, amik nyilván nagyobb, tehát fizikálisan nagyobb szereplői voltak a Marvel filmes univerzumnak. Én gondolok akár egy Hulkzúzó páncélra. Úgyhogy én mindenképpen bátorítalak titeket, én szerintem ez egy nagyon jó sorozat, amit csak ajánlani tudok bárkinek, mert aki szereti a Marvel filmeket, szerintem biztosra vehető, hogy örülni fog ilyen figuráknak. Azzal, hogy előfizető vagy, azzal a kapásból még poszterek is járnak neked. Nekem most egy ilyen filmes poszteres összeállítás került bele egy ilyen aprócska mappába, és én nyilván majd tervezem itt ezeket majd a falra föltenni, csak azért, hogy még színesebben, még látványosabb legyen a háttér, úgyhogy valószínűleg ezzel a lehetőséggel én bőven fogok élni. Hogyha valakinek felkeltettem az érdeklődését a figurákkal kapcsolatban, akkor bátran tudom ajánlani a leírásban található linket, amin keresztül beszerezhetitek ezeket a figurákat. A lent található promóciós kóddal pedig nyilván kedvezményre is jogosultak vagytok, úgyhogy szerintem éljetek vele nyugodtan. Bármilyen kérdésetek van, menjetek föl a DeAgostini kiadónak a honlapjára, és az ott a gyakran ismételt kérdésekben megtaláljátok kérdéseiteket, de hogyha úgy érzitek, hogy mégsem találtatok előképpen választ, akkor írjatok ott egy e-mailt az ott elérhető kapcsolatnak. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és hogyha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minket Facebookon, Instagramon, gyere hozzánk Discordra is, hogyha még nem tetted. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!